Schmidt Józsefnének hívnak. Berkenyek két dologban is híres itt a környéken. Elsősorban a bogyós gyümölcs termesztéséről és annak feldolgozásával kapcsolatosan a hűtőházáról. Szinte Európa szerte ismert. A másik az idegenforgalma. Szép helyen terül el ez a település a Börzsöny lábánál. Német nemzetiségű a település. Hagyományápolásra van egy falumúzeumunk, amit 20 éve egy régi sváb házat újítottunk fel, ahol a sváb tárgyakat, eszközöket tároljuk és mutatjuk be a vendégeknek. Egyik tavon egy szigetet építettünk, ahol a polgári esküvőket tartjuk, és nagyon népszerűek ezek a dolgok. 100 hektáron gazdálkodunk gyümölcstermesztésbe, így most érik a fekete szeder. Virágos Magyarországért többször kaptunk helyezést, és ez azt hiszem a településen meg is látható. És jött 2001-ben az első Széchenyi terv, és ebből sikerült megépíteni a Szent Anna fogadót. Ez egy régi svábház volt. Mindenkit szeretettel várunk Berkenyén, ahol meggyőződhet a község szépségéről és vonzerejéről, a gyönyörű víztározókról és környékéről.